Szervusztok, gyerekek! Szabó P. Szilveszter vagyok, színész, énekes, rendező, szobrász. Nagyon fontosnak tartottam gyermekkoromban is, természetesen mióta két kislányom felcseperedett, nekik is fontosnak tartottam, hogy olyan hős történeteket osszak meg állatokról, vagy növényekről, akiknek igenis van személyiségük. Hogy miből lett a csoda, hogy emberek aztán milyen mondákat kerítettek ezekről, vagy a kígyónak miért nincs hangja. Vagy például az áfonya miért kék, és az áfonya valójában egy elvarázsolt királykisasszony lenne? Egy szépség, akit a gonosz fagy megátkozott. Csillagok esti mesefényben. Erdők, mezők, népmeséi, Bajzát Mária válogatása. A kék áfonya. Nyenyec mese. A napfénynek meg nyíló ibolyának született egy szépséges kislánya. Esti sugárnak nevezték. Serdült, nőtt a kislány, és hamarosan híre ment ügyességének. Egyetlen nap alatt meg tudott varni egy hétszínű fonállal hímzett szarvasbőrcsizmát, vagy egy paszományos bőrbekecset, vagy egy fehér kámzsás kabátot. Telt múlt az idő, felnövekedett esti sugár, eladósorba került. Sokan kérték az apjától. Férhez adod-e a lányodat, napfény? Napfény azonban mindegyiknek így válaszolt. Nem adom én senkinek, nem adom senkinek. Esti sugár híre eljutott legyőzhetetlen fagyhoz is. Befogott a szánnyába hét jeges medvét, és elvágtatott napfény kunyhójához. Odaért, leszállt a szánról, rátámaszkodott jégcsapbottyára, és megkérdezte. Hozzám adod-e a lányodat, napfény? Nem adom senkinek, felelte Amosz. Legyőzhetetlen fagy azonban nem tágított. Három nap és három éjjel hajtogatta. Add hozzám a lányodat, napfény! Add hozzám a lányodat, napfény! Add hozzám a lányodat, napfény! Meleg délben gyöngült a legyőzhetetlen fagy, de éjjel, amikor hideg van, félelmetes a szava. Napfény éjjel csak úgy reszketett félelmében. Bezzeg nappal bátran mondogatta. Soha, de soha nem adom egyetlen lányomat legyőzhetetlen fagyhoz. Esti sugár csak sírt, sírt keservesen. Sírt az anyja is, és így esdekelt. Eredj innen, legyőzhetetlen fagy! Nem lehet a feleséged a mi lányunk, hiszen megfagy a te jégkunyhódban. Legyőzhetetlen fagy azonban kérlelhetetlen volt, és a negyedik napon fenyegető hangon kiáltotta. Hallod-e, napfény? Ha nem adod a lányodat szép szerével, akkor erőszakkal ragadom el. Ez süvöltötte legyőzhetetlen fagy, azután jéghideg szeleket fújt magából úgy, hogy megdermedt minden a kunyhó körül. Megijedt napfény, sírva fakadt. Mit tehetek? Te vagy az erősebb. Hozzád kell adnom a lányomat. Legyőzhetetlen fagy ekkor felültette a szánnyára esti sugarat, és a hét jeges medve éjszak felé röpítette őket, szembe a hóförgetegekkel jéghegyek között repült a szán. Didergett esti sugár, kékre fagyott, és olyan keményre, mint a jég, csak úgy kopogott a teste a szán ülésén. Egyszer csak legurult a szánról, és abban a szempillantásban kék áfonya bokorrá változott. Amikor legyőzhetetlen fagy hazaért, kereste a mátkáját, de csak hűlt helyét találta. Megdühödött, sötét lett az arca, mint az éjszaka. Bárhol is légy, megfagyasztal a gőgös teremtés! Süvöltötte, és közben fújt egy nagyot. Fehér lett a föld, megdermedt körös körül minden, és vastag hó lepte be a kék áfonyabokrot. Amikor eljött a tavasz, napfény felolvasztotta a havat, és a bokor életre kelt. Az emberek azóta is, amikor bárhol a világon szedik az édes áfonyát, még ma is emlegetik a szépséges leányt, aki kék áfonya bokorrá változott. Az áfonya. Alacsony növésű, gazdagon elágazó félcserje. Ágai legyökeresednek, levelei tojás alakúak, virágai
rózsaszínes zöldesek áprilistól júniusig nyílnak. Az érett áfonyabogyó ízletes, gömb alakú, sötétkék, már-már feketés.